Na, sziasztok gyerekek, itt vagyunk a következő PES Become a Legend, én így mondom. Részbe. Forward date. Aha. Most ez mi? Átugrottam. Ó, mennyi eszem van azon ki, hogy semmi. Aj, most átugrottam ezt a meccset, és 2-0-ra kikaptunk a PS. V-től. Na. Mindegy. Most akkor ez a mérkőzés következik. Szokásos duma, amit úgyse értek, úgyhogy haladok tovább. Oké. Azt mondja, hogy... Most jó, de ez ki a fasz érdekel, mert én ebből úgyse kapok semmit. Oké. És akkor következhet a mérkőzés. FC Groningen ellen fogunk játszani. Nem vagyok sajnos kezdő gyerekek, úgyhogy... hát néznünk kell szépen a mérkőzést, amíg be nem cserél a drágalátos kis aranyos edző. Hát most csalódott vagyok, hogy nem vagyok kezdő, de ez van. Ilyen az élet. Nem lehet mindig mindenki kezdő. Úgyhogy ja, most ezt végig se nézzük, játszanak csak, fel is gyorsítom a type-ot. Melyikkel kell gyorsítani ezzel? Kétszeresre gyorsítom. Háj, pedig úgy lettem volna kezdő, de mindegy, szurkolni kell az csapatnak. Figyelj, mindjárt kapunk egy gólt. Azért majdnem. Jó, felgyorsítottam. Nem mindegy, így legalább gyorsabban történnek az események. Mekkora gólt kaptunk, te atya úristen. Hát ez mekkora gól volt, azt láttátok? Én is. Jó, mindegy, azért nem érdekel minket a lassítás, de elég csúnya gólt kaptak. Jó lenne, hogyha becserélnének, mert most már aztán elég. Tök jó passzokat, hát mondjuk, ja, nem sok mindent csináltam azon a meccsen, de igazából sok ember ott... Sok ember nem csináltott sok mindent azon a meccsen, úgyhogy az előzőn ugye, de mindegy. Ezek még valami tréning meccsek, nem? De, azt hiszem, hogy ezek még... De bajnokság! Azt hiszem. Fú, nem vagyok vele tisztában, az a probléma. Egy idő után kitisztulna a kép, csak egyszerűen most az van, hogy játszok, és nagyon nem nézem, hogy mi van, hanem csak szeretek játszani vele. De nem áll, hogy most tényleg nem játszhatok. Fél időkor mondjuk becserélhetne. Azt tudnám díjazni. De ezt mindig ilyenkor végignézni, hogyha nem cserélbe. Rohadjon meg. Beszeretnék, felszeretnék menni a pályára. Kedves bíró nem ért, vagy bíró edző. Bácsi, kérem hallgassa meg, imám. Ssss, vigyen fel! Baszki. Ezek nem rúgják be soha az életbe. Ide én kellek. Hú, és majdnem kaptunk még egy gólt, tehát... Mit nem mondjak ezekre? Gratulálok. Ott lennék én. Miért az a Viankovics, hogy ki a szar van ott? Hát, áj. Hadd menjek már fel. Ilyenkor mindig rinyálni fogok egyébként, hogy nem engednek fel, igen. Oda most előre. Leves kocka. Ilyen gyorsan játszanának. Csak ugye felgyorsítottam. Hála Isten, fel lehet ilyenkor gyorsítani. Majdnem jó volt az a passz. Jó gondolás volt, csak hát nem sikerült. Hát ez ilyen. Na, mindjárt fél idő van, gyerekek. Szurkoljatok, hogy becseréljenek. Na, örülnék neki. És uff. Mindjárt kirúgja is kb. Fél idő. De Isten, hol lesz hosszabbítás? Nincs. Nincs hosszabbítás, zsír. Na, most esetleg, kedves edzőbácsi, mert egyébként ilyen kóse szokott becserélni. Nézzük a következő. És nem cserélt be a kurva anyád! És akkor ilyen 70. perc körül talán becserél majd.
De ez borzasztó. Ne, ja, most mit támadunk erre? Igen, igen, igen. Leves kocka. Ezt nem hiszem el. Uff, az is jó volt mondjuk. Vagy hát jó lett volna. Az is jó lett volna, de nem volt az. És azzal esetleg azt a kurva. Jó, tudom, kicsit gyors, meg mit tudom én, de azért nagyjából ti is látjátok, hogyha figyelitek. Nem volt az olyan szarna. Hoppá! Na. Szabadrugásunk van. És fejenküdi, hát nem hiszem el. És nézzétek, már 53. perc. Jó, ez nem olyan sok, de meg mindig nem cserétbe. Júj! Azt a kurva, azért az mi mentés volt már. Ez konkrét. Azt a... Hogy ment az oda? Azt hittem becserél, és még mindig nem. Ez kemény, mi többet rúgtunk kapura, de egy sem ment még be. Hatot rúgtunk már kapura, és még leves kocka. Hát de hát nem, de ez mi? Hogy nyomjátok ti szerencsétlenek? Most! Mi ez? Nem engem cseréltek, rohadjanak meg! Azt hittem engem cserélnek. Amikor mindig elkezd tölteni, akkor az már jót jelent. Igen. Igen, 67. perc, sok mindent már nem tudnék kezdeni a meccsen, de elképzelte, hogy még becserélnek. Rúg föl! Na és most! Na gyertek, köcsögök. Most nyernünk kell. Kell rúgnom egy gólt minimum. Szevasz! 76. perc. 69. Jó az még. Most hogy van? Melyik oldalon vagyok? De miért itt vagyok? Hova állítottak be engem? Na várjál. Ja, tudom már. Na gyerünk, Csubakka. Hey, what's up? Gyerünk. Most. Te hülye vagyok. Az a baj, ilyenkor nem látom a kaput. És így érdekes rárugni. Most bizonyítani kell edzőbácsinak, kell rúgni egy gólt. De nem áll, ezek itt el vannak magukkal. Edzőbácsi, mindjárt. Hát de hey! Hey! Most mennyi! Mennyi, 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 mennyi! Tied! De legalább egy szöglet. Most fejed, de miért nem fejeled? Miénk, miénk, miénk? Nem miénk, bazd meg! Ezt nem hiszem el, hogy ez nem a miénk. Na de az viszont most már. Aha. Most. Öt között. De hogyha átmegyek, most, hé. De te hülye, te! Ott voltam üresen. Hát ez nem normális. 80. perc, 10 percünk van. És ez most mi? Jó, hogy nem, még nekik szabad. És nekik szabad. Nem, nekünk, jó van. Menjünk, menjünk, tolódjunk. Azért ez nagyon ott volt a fejemen az a labda, csak onnan... Még Cristiano Ronaldóval sem tudok semmit csinálni, nem hogy egy 50-es játékossal. Most itt ne! Hey, hey! Geci, de elbasztam azt a helyzetet. Körül kellett volna néznem, csak ugye mögém nem látok. Tudom, hogy abból a sima, egyszerű nézetből könnyebb lenne, de nem tudom, ez így jobb. Jobban bele lehet magad élni a játékba. Ne vidd ki szélre, könyörgöm. És kiviszi, bazd meg. Jó, van, mindegy, akkor add be, add be, add be, add be, add be. Hát az még gól is lehetett volna, te. Mucca. Túl kijöttem, mi? Uff. Jó, van, azért annyira nem lehetett volna gól, de... Azért egynek jó volt. Ilyen elsőnek így nem volt annyira szar.
Ezt lehet játszunk még egy meccset, mert ez így nem volt okés. Most! Smetyi! Rugd ide! De nem rugja oda! De ne már! Gyerekek! Atya úristen, mit hagytál ki? Hát normális vagy. Hát ez nem normális, de figyelj, ott totál üresen volt mindenki, és ő meg azt a kurva telibe a kapuval szembe úgy mellé rúgta, mint a szar. Tehát így nem 2 perc hosszabbítás. Ezt így nem nyerjük meg, gyerekek. Rúgd ide! Hey, szabad! A spori köcsög! Menjél már innen, oda kéne csúszni a sporinak. Ezt eltiltanak 40 meccsre, bazzeg. Gyerünk. Na, mindegy, ez most már... Ez már annyira leves kocka ez a meccs, hogy az valami hihetetlen. Még ha be is adja, kifejeli... És nyertek, és még ez is bement? Igen, még ez is bement. Jó, hát... Miért nem engedett be előbb a... Ezért jó, nem rajtam múlott ez a meccs, de mindegy. Örültem volna több időnek, viszont akkor a következő meccsen lehetnék mondjuk kezdő. Mondjuk ez a zárcsökkentés. Jó van, szép volt, ez egy totál sima gól. Water fuck, hát most már hova kezdjük el? Ennyi. Ennek volt értelme. Köszönjük szépen ezt a drága meccset. Oké, és akkor menjünk szerintem. Jó van, most csapatkapitány, ez mit szeretne velem? Ó, miért nem értem én, amit ők beszélgetnek? Hát olyan jó lenne. Ajjaj, hányadikak vagyunk? Vagy melyik csapat vagyunk, milyen úgy? 17-ek. Szevasz. Ajjaj. Na, következő mérkőzés. Még nem most lesz, már még lesz valami. Jaj, most megint ezzel az edző, de ezzel mindig kell beszélnem? Vagy hogy van ez? Nem tudok tréningelni, vagy valami? My team. Oké, items. Club, sorry. Nem, pedig tök jó lenne egy tréning. De régen volt, nem? Ja, hogy csak így tudok tréningelni, hogy így... Aha. Értem. Hát ez így... Jó, én értem, csak az eleje az mindig amúgy gagyi ennek az egésznek, mert... ugye... Szar vagy az elején, és ugye nem olyan izgalmas. De amikor már úgy belejössz, és akkor rendszeresen rúgsz gólt, összeszoksz a csapatoddal, akkor az már teljesen jó dolog. Na, én azt mondom, hogy nem ezt. My team. Items. Hát én most már aztán igazán mennék, és... De most ezt skip to choose date. Jó. És akkor ezt most tudom játszani egyáltalán, vagy nem? Látjátok, ilyen alapvető dolgok vannak még, hogy igazából nem... Mi van? Nem vagyok kezdő, bazd meg. Sőt. Ja. Ezen a meccsen se leszek kezdő. Hát én nem tudom, hogy ilyenkor mit kéne csinálni. No, nem lépünk ki. Értem, hát ez a két lehetőség van, meg ez. Ezzel nem tudtam részt venni, mert nem voltam benne izéba. Na, de viszont előrébb jöttünk. 14-ek vagyunk, ami nem jó, de... Na, értitek. Kupa meccs. Azon valószínűleg én leszek kezdő.
Nem? Szerintem. Értem. Hoppá, ott volt, de nem láttam. Nem, még kupa meccsen se. Nem, mert ez nem én vagyok, várjál. To next match. Zsír. Kezdő vagyok. Bam. Úgyhogy most, gyerekek, bizonyítani kell ilyen kupa meccseken, hogy tudunk nyerni, és tudok gólt rúgni. Azért, hogy esetleg jobban fejlődjek, meg ugye felérjek arra, hogy valami jobb csapat meg akar venni, vagy valami hasonló téma. Hey, what's up, niggas? Itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Itt vagyok. De ezt mi a faszomat csinálnak ott? Ja, hát igen, maximum becserélnek engem ilyen meccseken, de valamikor még tartalékba vagyok, úgyhogy ez ilyen. Sajnos ez ilyen. Itt vagyok, passzold ide. Kösz. De most mi a fasz csináltam? Istenem, egy eladott labda, pedig nem nyomtam semmit. Azt hittem, szívem lett volna, ebből kapunk most gólt. Hey, 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 hey! Most add be, add be, add be, add be, add be. Már le sem voltam, mindegy. Előbb kellett volna. Jó, mindegy, akkor most nálunk van. Most. Hey! Azt hittem, már nem is passzol. Beadom. Figyeljetek! Valaki? Ííí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 í Szerintem az egy jó beadás. Volt ahhoz képest. Na most add be, tesó. Most, testvér, testvér, testvér. A kurva életbe. Megvan. Óriási. Gyerünk. Aha. Akkor én beadom szerintem, vagy nem? Rárugom. Azt hittem bemegy. Nem láttam, hogy a kapus most mit csinál. Nem mondom, akkor rárugom. Jó helyre ment, de tényleg. Hát ez meg, ja. Jó, de sárgát meg ilyesmit ne adjon neki. Mégiscsak az én csapatomban van. Nem rugott be. Leves kocka. Hova? Tesó. Na persze. Nagyobb nem volt. Itt maradok. Rajtam van egy ilyen kis köcsög. Aha. Ezt kiadja oda. Figyeljünk már lesre. Most! Ez nekem jött, nagyon nekem jött az a labda. Ezt nem hiszem el, elbasztam, pedig tök jó labdát kaptam volna. Hol az emberem, akit kéne ilyenkor fogni? Most! Hey! De hát ez... Gyerekek, hát ez nem hiszem el. Mondjuk nekem nem az a legfőbb feladatom, hogy gólt rúgjak nyilván, de... Azért azzal értékes... XP-ket tudnék... nyerni. Vagy szerezni, vagy tök mindegy, hogy mondom. Hol az emberem? Hey! Add már oda! Valaki? Nem jön senki, jó van. Jó, miénk. Most kérem, add oda. De miért befele? Ja, mert ott vannak. Uff! Az szép volt. Az szép volt, gyerekek. Azt figyeld, beadja. Azt a kurva.
Na, azt mondja, hogy nekem erre kéne jönnöm. Lehagynom az emberemet, ott hagyni mindig a... Sehol. Most! Ja, de itt van még egy ember, azt nem láttam. Gyerünk! Áááá, és ott volt, fogott az a köcsög. Nehéz megszokni, de... Most! Ah, mondjuk jó volt. Ja, hát azt meg kell szoknom, hogy ez egy csapatjáték, tehát... Nem én vagyok egyedül a pályán, sőt, szinte én vagyok az egyik legbénább, leveskockább emberke itt a pályán, úgyhogy... Hú! Hú, de nem láttam ezt a labdát. Bele kellett volna fejelni. Hogy rárukta, de jó helyen állt a csávó. Abba kellett volna egy kicsit belefejelni. Fú, de beszopattam volna izét. Figyelj, ide ad most. Máshova kéne lenni, de komolyan. Ah, majdnem megvoltunk. Az igen, az ügyes volt. Kirúgták a picsába. Meg hát ugye itt is látszik, hogy a közönség alig van ilyenkor. Amikor ugye arról van szó, hogy ilyen kis csapatokról beszélünk. De amikor majd valami, mit tudom én, valami... De bazd meg, ezt nem hiszem el! A hülye gyerek elvette tőlem a labdát. Azt velem volt. Amikor ugye nagyobb csapatokról fogunk beszélni, akkor már ugye több néző lesz, úgyhogy... Ez egy teljesen realisztikus játékmód, én nagyon szeretem. A kurva életbe! De baszki, pont beléptem a menübe, de... Ezek olyan, mintha véletlen, vagy mintha nem lenne véletlen, de olyan véletlenek, mint a szar. De csúnyán csúsztam oda. Vedd el tőle a picsába, ja. Na? Odaadom. Hey! Ezek már nem fogják kipasszolni. Testvér! Add már oda! Bazd meg! Ebből lehetett volna jót kihozni ám. A kurva életbe. Most! Ne! És nem tudta berúgni. Hát ha azt eltalálta volna azt, akkor az gól lenne. Picsába. 0-0. Csak ne cseréljen még le, légy szí. Hú, nem jó. Mondjuk kupa meccseken nagyon nem hiszem, hogy le fognak cserélni. Ez ilyen szempontból jó. Meg azért, mert hogy ilyen gagyi csapatban vagyok, mert itt annyira úgy... Érted, nem jobbak annyival nálam. Jó. Nem. Megyek, csak ne ide. Megyek, csak ne ide, az ám már felfogás. Aha, kipasszolod szélre. Nem. Most. De mi a fasz csinálsz? Nem vagy te normális. Mondjuk, hogyha úgy futottam volna, akkor lehet az nekem is totál jól jött volna, csak hát nem úgy futottam. Na ez a miénk lesz. Szépen eladtam a labdát, vagyis hát meg se szereztem igazából. Gyere, most! Ne már! Ezt nem hiszem, ahogy átfordulok, nem látom ugye az embert. Mindjárt én elveszem ettől. Hát ez mondjuk lehet egy sárga lap lesz. Vagy nem. De, sárga lap, jó van. Ja, hát csúnyán csúsztam be neki. Aranyosabban kellett volna. De ez más, mint a FIFA, szóval ebbe meg kell megint szokni mindent. Gyerünk, hozd felfele. Felfele. Azaz. Olyan üres helyeken vagyok, mint az állat, de... Uff. Na, rúgd el gyorsan, nem kell szarozni. Menjél innen, bíró. Az meg már megint les. Jó, tudjuk, nem kell mindent visszajátszani. Gyere, bazd meg.
Most! Bocs, én voltam a fasz, mert először úgy kértem a labdát, hogy ott vagyok, utána meg nem úgy. Erősebben kellett volna. Ez így annyira leves volt, mint állat. Vigyáznom kell, mert most már kapok még egy sárgát, beszopom. De nem már! He! Hú, nagy szerencsénk, hogy azt ott nem érték el. Azt ott elérik, beszopjuk. Na hol van nekem emberem? Jövök ki szélre. Üresen. Van ott? Nincs. Ne! Arra a hülye faszpaltra ez jelzőre azt hittem az én emberem. Amikor még csomósz a zavarba vagyok, jaj, megkapom a labdát. Nem tud elvenni? Black in yellow. Gyere vissza, 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 vissza. Hát de... Oh, mondjuk az jó. Ide. Ide. Azaz. Ne, már megint belefordulok. Nem láttam, hol van az ember. De ez megint szabad? Csak nehogy sárgát adjon, mert meg azért. Szeret sárgát adni, azért mondom, hogy nehogy. Igen, tudom, hogy most miért akkor, miért ezt használom attól, vagy akkor, hogyha mindig izé van, szopi van vele ezzel a nézettel, de egyszerűen ebbe érzem jól magam. Meg kell szokni majd, hogy forduljak, meg ilyesmi, és akkor nem lesz ezzel nagy baj. Csak még sok az eladott labdám, meg keveset birtoklom. Az a miénk, enyém, enyém, enyém. Gyerünk, megvan, 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 megvan. Aha, és ezt is eladom, látjátok? Jó, legalább a miénk egy bedobással. Nem is nekem passzol. Ha! Aha, mindig középre játszanak amúgy. Gyere, 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 gyere! Rúgd rá! Bazd meg, és egy picit fölé. Még elég gagyim rúg. Mennyivel ment fölé, nézzük meg. Ajj, nem olyan nagyon sokkal. Kicsit kisebbet kell megrugnom. De legalább már rúgtam közelebbről viszonylag kapura. Jöhet. Nekem egyből jöhet, tesó. Valaki? Itt van. Vigyed. Most. Most beadom. Bazd meg. Pedig majdnem jó volt. Ajajaj. És... Akkor ez megint szöglet. Így van. Gyere, 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 gyere! Azaz! Hú! Gyerünk! Koncentrálni kell ezerre, de nem megy annyira még. Ja, én meg már lesen vagyok, nem tudom, hova megyek. Vártam, hogy majd onnan középre valami hülye odaadja nekem, hát azt várhattam volna. Aztán valószínűleg azt fogjuk csinálni, hogy... ilyen 25-30 perces részek lesznek ebből, mert egyszerűen ebből kell. Most eléd! De miért? Többször nyomtam meg és elpasszolta. A kurva életbe. Itt most megszereztem volna a győzelmet, te.
Isten karcsi lettem volna. Hey! Hey! Hey, hey! Hány perc? 3 perc hosszabbítás. 1 pont nekünk nem elég. Ne, és mindjárt 0 lesz, figyeld. Gyere! De ne, de hülye vagyok! Isten átka vagyok, bazd meg. Gyors! Gyere! Akkor vagy rúgd be, vagy valami legyen. Ezt nem hiszem el. És lefújják a meccset, csá. Baszki, de hülye fasz voltam. Nem szabad többször megnyomni, egyszer nyomom meg, és ennyi. Maximum. Áj, mindegy. És lefújja. Jó van, gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt ez a rész, és akkor következőbe találkozunk. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Tudom, még van mit csiszolni, meg mit tudom én, de majd meg lesz, nem? De. Na, pisztácia, sziasztok!